Az evangélium hasonló helyzetről szól, mint Ezekiel könyve. Jézus hazamegy Názáretbe. Talán először nyilvános föllépése óta. Izgalommal, örömmel hazamegy földieihez, akikkel 30 éven át együtt élt. A féle fáber ember ezermester volt ott Názáretben. És az akkori szokás szerint szombaton szólásra emelkedett. Földiei először csodálkoznak rajta. Hogyan beszél? Mit tud tenni? És egyszer csak fordul a kocka. A csodálkozás átmegy utálkozásba. Elkezdik mondogatni egymás között, nem az ács ez, Mária fia, és sorolják a többi rokont. És megbotránkoztak benne. Mi a botránkozásnak az oka? Valójában egy előítélet. Hadd mondjak egy tanmesét, ugye az embernek eltűnt a fejszéje az udvarban. Hova lehetett a fejsze? Keresi égen, földön, nem találja. Átnéz a szomszéd udvarába, ott van a szomszéd fiú, megvan, ő vitt el a fejszét. És nézi a szomszéd fiút, a járása pont olyan, mint egy fejszetolvai. A tekintete is egy fejszetolvai. Az egész ember egy fejszetolvaj. Aztán beletúrt a hasogatott fába, és ott találja a fejszéjét. És átnéz a szomszéd udvarába, és a fiúnak a járása már egyáltalán nem volt olyan, mint a fejszetolvai, a tekintete se volt olyan, mint a fejszetolvai. Az előítéletnek a projekciója. Itt is Názáretben valami hasonló történik. Ugye a Jézus megkísértésén is találkozunk ezzel a jelenettel, akkor biztatja a megkísértő, hogy ukolj le a templom párkányáról. Ez volt a hiedelem Jézus korában, hogy a messiásnak fölülről kell jönnie. A Dániel könyvében is az emberfia az ég felhőjén átjön, de ez nem az ég felhőjén jön, ez nem fölülről való, olyan, mint mi. Ez az ács. Ez nem lehet a messiás. Az előítélet gátolja őket, hogy felismerjék Jézusban a messiást. Testvérek, hol találkozhatunk ma Jézussal? A szakrális térben, mint ebben a templomban is, aztán a szentségekben, a szentírásban, ezt megszoktuk, de a hétköznapokban is. És itt éppen az a Názáretértnek a nehézsége, hogy a hétköznapokban nem ismerik fel Krisztust, akivel együtt nőtek föl, az nem lehet a messiás. Ott áll előttünk egy ember a maga nyomorúságával, ez nem lehet maga Jézus. Ez ennek a perikópának a kérdése.
és mert a názáretiek is kemény fejűek voltak, ezzel zárul az evangélium, Jézus erre megjegyezte, nem vetik meg a prófétát csak hazájában, rokonai körében, saját házában. Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. Testvéreim, hogyha házi feladatot adnék, talán lehetne ezt elvinni magunkkal, hogy a hétköznapokban, és ebben a melegben, hogyan találkozom Jézussal? Családom belül, vagy éppen idegenben? Van lelkiség, amely erre utazik, hogy az éppen előttem álló emberben, az éppen megélt pillanatban szeretni szeretném Jézust. Amen.